Zsúfolásig megtelt a Mincentinaum foglalkoztatója. A szorgos kezek ezúttal vágtak és ragasztottak. Aki rendszeresen jár hozzánk, tudja, hogy minden hónap harmadik szombatján egyébként is van egy családi délutánunk, de így most a hosszú téli szünet miatt úgy gondoltuk, hogy segítünk a szülőknek abban, hogy minden szabad napra, a két ünnep közötti minden szabad napra szerveztünk programot. A háttérben most éppen a szilveszteri rakétakészítés folyik, ahol a szülőket ugyanúgy be kell vonnunk, mert ez egy kicsit nehezebb folyamat. Szülők és nagyszülők egyaránt szívesen vállalkoztak a feladatra. Ez a család látogatóba érkezett Zalaegerszegre, s ha már itt jártak, bekapcsolódtak a programba. Nagyon jó, nagyon hasznos a gyerekeknek. Örültek mindenkit, a Vera és a Julianna, a két lányom. Tóth Gáborné unokájának találta a szilveszteri elfoglaltságot. Az unokámmal érkeztünk, aki téli szünet ideje alatt most itt van, Zalaegerszegen, egyébként ők Kaposváron laknak, és kerestünk programot, kellemesnek gondoltuk, nem ismertük még a helyet, és úgy gondoltuk, hogy kellemes elfoglaltság lesz ez. Amikor így behajtogattuk ezeket a kis rovatkákat, akkor fogjuk ráilleszteni a kalapot, jó? A rakéta elkészítésében a múzeum munkatársa segítkezett a résztvevőknek. A szilveszteri rakéta igazándiból nagyon egyszerű, mert megcsináljuk WC-papír gurigából a testet, fényes felületű, hát ilyen fotópapírból készül a fejrésze, ezt összeragasztjuk, csillagokat fogunk rá még ragasztani, illeszteni, hurkapálcikából készül az oldalrésze, ott fogják majd meg a gyerekek, valamint kreppapírból az a rész, amivel lezárjuk a testet. Ebbe a testben nagyon érdekes módon egyébként édességeket és újévi jókívánságokat, üzeneteket fogunk belerakni. A Mincentinaum téli szünidei programjai 2024-ben folytatódnak. Január 5-én várják először a látogatókat, akkor a kiállítások mellett zenés báb előadás kínál majd elfoglaltságot.